Tehát a téma az a bölcsesség lesz, ez a második része, már egyszer foglalkoztunk ezzel, ez azok a versek lesznek, amik megmaradtak előzőből, ami nem fér bele a múltkor, és az első, amit meg fogunk nézni, az Jób 28-as fejezet lesz. Bizonyára emlékszik mindenki arra, hogy maga a kifejezés bölcsesség az hokmá. Erről szó volt a múltkor. Nézzük, hogy mit ír Jób a 28-as fejezetben. Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, ahol tisztítják. A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig ércé olvasszák. Határt vet sötétségnek, átkutatja egészen, és végig a homálynak és halál árnyékának kövét. Aknát tör távol a lakóktól, mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze. Van föld, amelyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mint egy tűz által. Köveiben zafír található, göröngyeiben arany van. Van ösvény, amelyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. Nem tudják azt a vadak, az oroszlán sem lépked azon. Ráveti kezét a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja, a sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza. De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Ez a kérdés, amit Jób a 28-as fejezetben feltesz. Azért írta le és sorolta fel mindezeket a dolgokat, mert meg akartam mutatni, hogy az ember mennyi mindent megtesz, hogy hozzáférjen bizonyos dolgokhoz. Ugye az egyik az ezüst, amiről beszél, az arany, a vas, mindazt, amit meg akar szerezni. Az ember kikutatja az egész világot. Aknát tör, felássa a földet, a zafírt megszerzi, a kovakövet, felforgatja a hegyeket, tárnákat épít, minden dolgot meglát, a folyókat megszabályozza, az elrejtett dolgot világosságra hozza, de a kérdés az, hogy hol található meg hakmá, vagyis a bölcsesség, az értelem, szakértelem, ügyesség. Ez az, amit Jób feltesz, mint kérdést. Az értelem ugye biná, erről is volt szó a múltkor, biná az ítélőképesség, ahogyan az ember meg tudja különböztetni a jót a rossztól, vagy az egyiket a másiktól. Egyfajta megértés, vagy felismerés. Míg a bölcsesség az sokkal inkább értelemre utal, mint kognitív képesség, vagy intellektuális képesség. Ugyanakkor van egy gyakorlatias oldala is, mint szakértelem, vagy találékonyság. Amit értelemnek hív, mint biná, az valamennyiben különbözik a bölcsességtől. Nézzük, mit ír tovább. Halandó a hozzávivő utat nem ismeri, az élők földén nem található. Micsoda a bölcsesség és az értelem? Az ember nem ismeri ezt az utat. A mélység azt mondja, nincsen az bennem, tenger azt mondja, én nálam sincsen. Szín aranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze ofír aranyával, nem drága onyxsal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, arany edényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említeni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Hokmá, mint bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Folytatja a felsorolást, és megmutatja azt, hogy mind azok a dolgok, amiket az ember kutat, amiket az ember előteremt, vagy meg szeretne szerezni, birtokolni, azok tulajdonképpen nem érnek semmit a bölcsességhez képest. Nem ér fel vele kusnak topáza, szín aranyjal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jő tehát, és hol van a helye az értelemnek? Újra felteszi a kérdést, amit már az előbb is feltett. Rejtve van az minden élő szemei előtt.
Az ég madarai elől is fedve van. A pokol, Abaddon egyébként a kifejezés, és a halál, azt mondják, hírét hallottuk füleinkkel. Elohim tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Mert ő ellát a föld határaira, és ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette, mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak utat, akkor látta, és kijelentette azt, megállapította, és meg is vizsgálta azt. Embernek pedig mondá, ímé Jahoának félelme, az a bölcsesség, és az értelem, a gonosztól való eltávozás. Ugyanúgy, ahogy mindig kiukadunk ahhoz a ponthoz, ahonnan nem tudunk elszakadni, és az nem más, mint az ő szava, a Tora. Ez az, amiről beszél. Hiába tesz meg mindent az ember, kutatja fel az egész földet azért, amit meg szeretne szerezni, ami a szíve vágya, amit igazából kutatnunk kellene, amit meg kellene találnunk, az chokmá, a bölcsesség, és biná, mint értelem. Azonban ez visszavezet a gonosztól való eltávozáshoz, az pedig nem más a gonosz, mint rá, az eltávozás, pedig sor, mint elhajolni, vagy elfordulni. Ugyanaz a sor, amiről beszél, mikor azt mondja, hogy térj meg, hogy elfordul útjáról a gonosz. Ez a bölcsesség, és ez az értelem. Azaz egy mondat a 28-as fejezetben, ímé Jahuának félelme a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Az, aki bölcs, az fél Jahuától. És aki képes megkülönböztetni a dolgokat, az el fog fordulni a gonosztól. Ez a két dolog az, amire az embernek szüksége van ahhoz, hogy eljusson az útra, és járni tudja azt nap-nap után. Mindaz, amiről beszélnek az emberek a kereszténységben, az összes többi vallásban, az összes többi filozófiában, az mind balgaság. Úgy, ahogyan a világ bölcsessége balgaság Elohim előtt. Ő megmondta, hogy mi az, ami bölcsesség, mi az, ami értelem. És Jób 28-as fejezet, 28-as vers egyértelművé teszi azt mindenki számára. Jahuának félelme a bölcsesség, és az értelem pedig a gonosztól való eltávozás. Ahogyan az ember megtér, ez a gonosztól való eltávozás. Példabeszédek 1.9. Egy hét bocsánat, ugyanezt mondja, Jahuának félelme, feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Bolond az, aki ostoba, aki esztelen, akiben nincsen meg Jahua félelme. Ez persze előjön folyamatosan példabeszédekben, állandó jelleggel, hogy a Jahuának félelme az a bölcsesség kezdete, többek között ez Misli példabeszéde 9, bölcsességnek kezdete Jahuának félelme, és a Kodesnek ismerete az eszesség. Eszesség úgy, mint Biná. Ezt mondta az előbb. Jahuának félelme a bölcsesség, és ugye a Kadós vagy szent, mint Jahua, az ő ismerete, az eszesség. Ha visszamegyünk Jobhoz, ott azt mondja, hogy a gonosztól való eltávozás az értelem, vagyis biná, ugyanaz a kifejezés. Magyarul Jahuának ismerete és a gonosztól való eltávozás egy és ugyanaz. Ez az, amiért azt mondja a másiák, hogy, illetve hát János írja, erről tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A parancsolat pedig nem más, mint entolé, azaz rendelet, vagyis a Tora. A könyv elejétől a végéig gyakorlatilag mindenki egyetért, és mindig ugyanide lyukadunk ki. Jobb példabeszédek,
Jakukonon mindenki ugyanarról beszél. Onnan tudjuk, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, én tolé, mint tora, vagy parancsolat, az hazug, és abban nincsen meg az igazság. Nézzük meg akkor ismét. Ha megismertük, megtartjuk az ő parancsolatait, Jób azt mondja, hogy az értelem az a gonosztól való eltávozás, míg az előbb néztük meg, példabeszédek 9 azt mondja, hogy a bölcsességnek kezdete Jahu a félelme, és a Kodás ismerete az eszesség. De át, mint ismeret az, az, aki ismeri az eszességet, aki különbséget tud tenni a jó és a rossz között, az az, aki ismeri Jahuát, ugyanúgy, ahogyan Jahukanon azt mondta. Nagyszerű fejezet szerintem egyébként Jób 28-as, hogyha valakinek szüksége van tápanyagra, imáihoz, vagy meditáláshoz, Jób 28-as fejezet nagyszerű lesz. A következő egyébként egyből át fogunk ugrani. Misli példabeszédek 8-as fejezet a bölcsességről szól, és szerintem mindenki meg fogja érteni, hogy ki is az, vagy mi is az, amiről ő beszél. Ezek után meg főleg, ha látjuk, hogy az ő parancsolatai, az eszesség, vagy bená, és a hokmá, vagy bölcsesség az ő félelme, illetve aki ismeri őt, az megtartja a parancsolatait, és az eltér az ő útjáról, akkor egyértelmű lesz szerintem, ki is az, akiről Misli beszél. Például beszélek, Misli 8-as fejezet a bölcsességről szól. Ugyanúgy, ahogy a Jób vagy Jób 28-as fejezet a bölcsességről beszél, például beszélek 8-as más szemszögből közelíti meg a bölcsességet. Aki ismeri a fejezetet, az tudja, aki nem, annak pedig ki fog derülni most. Avagy a bölcsesség, ez ugye hokmá a kifejezés, bölcsesség, nem kiállt-e? És az értelem, ez ugye tabuná ez a kifejezés, nem bocsátja-e ki az ő szavát? Bölcsesség és értelem megint csak kéz a kézben jár. Ez a tabuná, megértés, felfogás, értelmi képesség, felfogó képesség egyébként a bin szóból ered, ugyanúgy, mint a biná, az, amit az előbb olvastunk, ugyanabból a szótőből ered mind a két szó, tabuná és biná, mindkettő a bin szóból ered, bin, mint érzékel, vagy felfog, megért, intellektuálisan, úgy, mint hogy belát valaki valamit. Tehát a bölcsesség nem kiállt el, és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát. Arról beszél, hogy a bölcsesség és az értelem rendelkezésünkre áll, ott van, mindenhol, sőt nem az, hogy mindenhol, hanem nézzük meg, hogy hol pontosan. A magas helyek tetején, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. Elérhető lenne, ha az emberek akarnák. A kapuk mellett a városoknak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Ti nektek kiálltok, férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz. Értsétek meg, ti együgyűek az eszességet. Eszesség rama, olyan, mint pozitív értelemben körültekintés vagy óvatosság. És ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Ez ugye a kifejezés bin, amiből a tabuná vagy biná ered. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság. A bölcsesség az, ami az emberekhez beszél ebben a versben, ami bárhol elérhető lenne az emberek számára, megtalálható ma is, minden könyvtárban, valószínűleg minden otthonban, iskolában, hotelban, bárhol, úgy, mint az írások. Szinte ingyen hozzá lehet férni, ennek ellenére az emberek nem találják meg. Értsétek meg, együgyűek, az együgyű peti, vagy peti, nyílt, nyitott, bölcsességre, bolondságra, egyszerű, vagy együgyű, nem foglalkozik egyszerre több álláspont megismerésével, megítélésével, bamba, naív. Ez az együgyű, a balga pedig ksél, mint bolond, vagy ostoba. Otromba, vagy tapló, fajankó, vagy egy önhitt ember. Hesél, ostoba. Vegyétek eszetekbe az értelmet.
Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása az igazság. Az igazság az mesár, egyenesség, simaság, kiegyenlítettség. Igazságosság, jogosság. Az egyértelmű mindenki számára gondolom, hogy az igazság az maga a tora, hiszen a szó, amiből ered, az jasár, úgy, mint egyenes vagy egyenesen haladni. Olyan valaki, aki igaz, vagy egyenes, vagy becsületes. Aki egyenesen előre irányul, ez jasár. Ez az, amit a bölcsesség szó. Igazság. Ez Jahu a szava. János 17:17. Szenteld meg őket a te igéd, de a te igéd az igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem. Emet ez az igazság. Míg az előzőben arról beszél, hogy igazság úgy, mint egyenesség, vagy simaság, egyenesség, igazságosság, jogosság, a Tora értelmében, a következő versben arról beszél, hogy igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az ajkaimnak a gonoszság. Ez az igazság, emet, úgy, mint megbízhatóság, biztonság, mint egy állandóság, őszinteség, igaz, vagy igazság, támogat, fenntart ebből a szóból, ered, amán, úgy, mint az ámen, vagy amén. Gonoszság természetesen, ez itt resá, jogtalanság, erkölcstlenség, csalás. Jogtalanságot onnan tudjuk, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit a Tora mond és tanácsol. Így derül ki számunkra, hogy mi a gonoszság, és mi az az út, amin járnunk kellene. Igaz, ez tzedik, úgy, mint igazság. Mint Elohim eredendő, és mint az ember szerzett tulajdonsága. Elohim eredendően igaz, hiszen az ő szaván keresztül megismerjük őt, így amit ő mond, az az igazság, ő az, aki meghatározza, hogy mi az igazság, hiszen ő teremtette a világokat. Az ember megszerezheti ezt az egyenességet, vagy helyességet, vagy igazságot, korrektséget, vagy igazságosságot, amennyiben az ő szavában jár, az ő szava pedig a Tora. Három különböző igazság az, amiről beszél. Az egyik, ez az emet, amit szól. A következő volt ez a cdik, a harmadik pedig a mesár. Igaz, hogy magyarul mind a három ugyanúgy fordítódik, mint igaz. Igaz az én számnak minden beszéde. Semmi nincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. Ez még mindig a bölcsesség az, aki beszél a hegytetőről, a kapukban, a házak előtt, az utcák kereszteződésénél, próbálja az embereknek felnyitni az értelmét. Próbál hozzájuk szólni, hogy együgyűek és balgatagok, értsétek meg, hogy mi az, amit szeretne mondani. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik megnyerték a tudományt. Az értelmesnek bin, ugyanaz, amiből az értelem szó ered, ezek az emberek fel tudják fogni, hogy mi az, amiről bölcsesség beszél, és jesár, egyenes vagy sima, egyenes út azoknak, akik megnyerték a tudományt, akik meg tudják különböző, akik meg tudják érteni ezt, akik felfogták az, hogy miről van szó. De át, úgy, mint értelem, felfogás, belátás, vagy bölcsesség. Ezek az emberek megértik, hogy miről beszél a bölcsesség. Egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem pénzt, ugyanúgy, ahogy Jobb mondta az előbb. És a tudományt inkább, mint választott aranyat. Megismét egy szó szerint, amiről Jobb írt. Jobb is azt mondta, hogy ezüst, arany, vas, akármi bányászni, mind nem ér semmit. Mert jobb a bölcsesség, hokmá a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Hiszen ez az élet. És én bölcsesség, hokmá lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Megfontolás úgy, mint tervezés vagy elhatározás. Olyan emberről beszél, az eszességben lakozik, az eszesség ez armá,
olyan értelemben, mint körültekintés, óvatosság, amikor azt mondja, hogy megfontolás, akkor pedig arról beszél, aki előre elhatározza, vagy megtervezi azt, amit tenni akar, vagy aki mérlegel, aki körültekintően megfontolja a dolgokat, és eltervezi azt. Az eszesség úgy, mint körültekintés, illetve a tervezés, vagy a megfontoltság együtt dolgozik, és a bölcsesség ezekben az emberekben lakozik, akik ezt megértik, és így cselekszenek. Ez nem egy esemény, hanem egy folyamat, amíg az ember kikutatja ezt, megérti, és az életébe átveszi és beépíti. Jahuának félelme, a gonosznak gyűlölése. Ugyanazt mondja, amit az előbb is írt Jób, szó szerint, illetve amit írt ugye korábban példabeszédekben más Lómó, és amit írt Jahukanon a levelében. Hiszen Jób ugyanezt mondta, mikor azt mondja, hogy az értelem a gonosztól való eltávozás, a bölcsesség pedig Jahuának félelme. Ez az, amiről beszél példabeszédek, Jahuának félelme a gonosznak gyűlölése. Összefoglalja az egészet ebben az egy mondatban. A kevéséget, azaz a büszkeséget, felfogalkodás és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlöl. Ez a bölcsesség, aki beszél. A bölcsesség természetesen Jahua szava. De ez egyértelmű lesz hamarosan. Enyém a tanács, úgy mint egy szá, tanács, javaslat, terv vagy szándék. Ugye, aki megfontolt, és akiben az eszesség van, aki tervez előre, az megfogadja ezt a tanácsot, ezt a javaslatot, ezt a tervet, amit a bölcsesség ad, hogy milyen úton is induljon el az ember. Amikor döntési helyzetbe kerül, akkor ez az, ami segíti az embert, hogy melyik úton induljon el. Hiszen mindig visszatér Jahua szavához, hisz féli Jahuát, gyűlöli a gonoszt, amit meghatároz Jahua szava, a Tora, így az ember lépéseit a Tora vezeti, tehát tudja az utat. Enyém a tanács, a bölcsesség és a valóság. A valóság egyébként tösia, egészséges, hatékony, praktikus bölcsesség. Vagy maradandó siker, mint eredmény. Egyfajta praktikus bölcsesség. Egy tanács, ami a terv és annak a megvalósítása. A bölcs ember az mindig Jahua szavát tartja a szívében és észben, az alapján teszi meg a lépéseit, ezért ez a tanács, amit a bölcsességtől kap, ami a Tora, az megvalósul a gyakorlatban az ő életében. Ezért mondja azt, hogy Tushia, úgy, mint egy praktikus bölcsesség. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Biná, eszesség. Erő pedig úgy, mint hatalom vagy képesség. Ez pedig Bura. Ez a kifejezés. Gvra. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Cadik az igazság. Azok az uralkodók, amelyek igazságot végeznek. Nyilván ez ma nem mondható el az úgymond uralkodókról vagy királyokról. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aki engem szeret, Achab, ugyanúgy úgy, mint a szeretet, amiről Jahua beszél, amikor valaki kíván, vagy vágyik valamire, és gyönyörködik valamiben. Ez Elohim szeretete. Az a szeretet, amit ő annak hív. Nem a szívecskék, vagy a lájkok, vagy a szív, vagy ezek a dolgok, amiket a világ szeretetnek hív, annak igazából nincsen ehhez köze. Ez az a szeretet, amikor valaki gyönyörködik valamiben, és hajlandó úgy is élni, ahogyan Jahua azt mondta. Hiszen Jahukanon talán ez lesz az ötös. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Jahua gyermekeit, illetve Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük, ez agapao, ami ugyanaz, mint a héber ahab kifejezés. Agapao, úgy mint Achab vagy Achav. Számos más megnyilvánulása van, de az első kettő az Achab vagy Achab és Acheb. Ez pedig azonos azzal, amit mi néztünk az előbb.
hogyha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Ez a szeretet, amiről beszél ő. Mert ez Elohim szeretete, agape, vagy ahab, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai nem nehezek. Amikor azt mondja itt, hogy az engem szeretőket szeretem, ez az az aheb, amit agapénak hív, Yahukanon, ez a szeretet, amikor az ő parancsolatait megtartjuk. De ezt egyébként leírja 5 Mózes, hogy ezer íziglen, akik engem szeretnek, aheb, erre gondol, és az én parancsolataimat megtartják. Irgalmasságot cselekszik azokkal, akik őt szeretik, aheb, ugyanaz az aheb, vagy aheb, amit használ misli vagy példabeszédek, és az ő parancsolatait megtartják. Metzvá, úgy mint parancsolat, sem már, úgy mint megtartani. Úgy, aki vigyáz rá, aki gondosan ügyel, aki felelős ezért, aki oltalmazza vagy törődik ezzel. Ez az, akiről beszél Yahuwah. Ugyanezt mondja a misli példabeszédekben Salomo. Az engem szeretőket szeretem. Akkor most már érthető, hogy a bölcsesség azokat szereti, akik a Tora szerint élnek. Hiszen a bölcsesség nem más, mint Yahuwah szava. Mikor azt mondja, hogy és akik engem szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Aki keresi őt, ez ugye Sahar, ez keres, kutat, vagy nyomoz, vagy előre lát, szorgalmasan buzgón kutat valakit, vágyódik valami után, vagy odafordul hozzá. Amikor azt mondta az előbb, hogy elfordul a gonoszságtól, Jobb mondta ezt ugye, hogy elfordul a gonoszságtól, akkor pontosan ezt mondta. Szorgalmasan keresi, elfordul a régi útjától, az megtalál. De egyébként erről beszél zsidókhoz 11.6 is, hogyha jól emlékszem. Hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járó, hinnie kell, hogy micsodát, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ugyanúgy, ahogy Salomó írja a bölcsességről. Hiszen a bölcsesség Elohim szava, és egy a kettő. Nem egy darab, hanem echad, úgy mint egység. Hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ugyanúgy, ahogy itt elmondja azt, a bölcsességről. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, úgy, ahogyan megtalálhatjuk Yahuwahot is, hiszen a bölcsesség és az atya kéz a kézben jár, az ő szava és ő maga. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Vagyon gazdagság, ez a jó, az igazság pedig tzedekah, úgy mint igaz vagy becsületesség. Egyébként a megmaradandó, az pedig értékes, becses vagy drága. Valami, ami időtálló, ez a fajta jó és igazság, amiről beszél. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál, ugyanúgy, ahogy Jobb is ezt írja, és a szín aranynál, ami az ofíri arany Jobb esetében, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, tzedekha, ugyanez az igazság, amiről az előbb beszélt, és az igazság ösvényének közepén mispát. Mispát az ítélet, ítélettétel. Amikor Yahuwah szaváról beszél, vagy a Toráról, annak a mispát, az ítélettételei, azok részei. Egyébként ítélet vagy döntés ez. Törvényesség, korrektség, de utasítás, vagy rendelet, vagy szabály. Hogyha az ő szaváról beszélünk. Tehát az igazság útján jár, és az igazság ösvényének közepén. Magyarul a bölcsesség, az a Tora útján jár. Yahuwah útját a Tora jelöli ki. És ezt, aki ezt alkalmazza gyakorlatban, aki megfontolja ezt, aki így él, az az, akit ő bölcsnek hív. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Akik őt szeretik, aheb, vagy ahev, akik szeretik a bölcsességet, azoknak ad valami valóságost, létezőt,
valamit kézzel foghatót, örökségű, és megtölti az erszényeket. Azaz ebben az életben és a következőben is meg lesz a jutalma annak, aki így jár, aki a bölcsességet követi. Jahua az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. A bölcsesség az, amivel a teremtés megkezdődött. Ha megnézzük a Szent Imre verziót, akkor arról beszél, hogy alkotó munkája elején teremtett Jahua, ősidőktől fogva, mint a legelső művét. A bölcsesség az ő szava volt a legelső műve. Ez az ő első szülöttje. Örök időktől fogva, olám, mint örök, mind örökké, felkenettem nassák, úgy mint kiönt, italáldozat, öntő formába önt. Ez a kifejezés felkenettem. Felkenettem a kezdettől, mindennek a kezdetétől, ros, ez úgy, mint a fej, mint az a karakter, res, amit már megbeszéltünk többször, úgy, mint a fej, vagy a kezdete valaminek, vagy a vezére, a föld kezdetétől fogva. Ez ugye rec, a föld, és annak a kezdete úgy, mint amikor elkezdődött a föld. De még nem is akkor, mikor elkezdődött, hanem még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet, és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Kezdete rossz, úgy mint az eleje. Mikor készíti az eget, ott valék, a bölcsesség. Mikor felveti a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősíti a felhőket, ott fenn. Mikor erősekké lőnek a mélységnek forrásai, mikor felveti a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát, ez ugye száj, úgy, mint hogy pech, parancsolat. Ez a karakter pech, mint a szájszerv, parancs, egyébként a száj jelképezi, ahol a száj az ő parancsolatát, az ő szavát. Mikor megállapítál földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte, minden időben. Ki az, akiről szó van? Ki az? Jahuáról beszél, hogy ő az, aki megteremtette a világot, és a bölcsesség által teremtette ezt meg. Hiszen a bölcsességet teremtette először, Jahuá az ő útjának kezdetéül szerezte a bölcsességet, és utána ez által teremtett mindent. Az ő szava a bölcsesség. A Malák Jahua, vagy Jahusá Hamásiák. Játszva az ő földének kerekségén, kerekség Tebel az egész föld kerekséget, a lakott világot jelenti. És gyönyörűségem az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engem, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Boldogok, akik a bölcsesség útját megtartják. Hallgassátok a tudományt, ez tan, tanítás, musár, és legyetek bölcsek. Kam, ugyanúgy, mint a hokmá bölcsesség, magatokat el ne vonját. Boldog ember az, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim fáit őrizve. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett Jahuától jó akaratot. Aki megnyeri, ez macá, úgy, mint megtalálja, vagy rátalál erre, vagy szertesz erre, vagy megszerzi ezt. Azért, vagy kitalálja, vagy kigondolja, vagy rájön, vagy kikutatja, ki az életét rászánja arra, ezért mondta el az előbb, hogy azok, akik őt keresik, azok, akik meg fogják őt találni. Az engem szeretőket szeretem, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, aki megszerzi őt, aki megnyeri, az egy jó akaratot szerez Jahuától, de aki vétkezik ellenem, hatá,
Erről számtalanszor volt szó, hatá, úgy, mint hiány szenved, téveszt, magyarul bűnt követel, bűnös, ezek szerint lehet vétkezni, hakmá, vagy bölcsesség ellen, hiszen a bölcsesség maga a tara, az ő szava, Jahua szava, az atya szava, erőszakot cselekszik az ő saját lelkén, a lélek pedig nefes, úgy, mint az ember belseje, maga az ember, a központja. Aki engem gyűlöl, szereti a halált. Aki engem gyűlöl, szereti a halált. Következő fejezetben leírja azt, hogy bölcsességnek kezdete Jahuának félelme, és a crash ismerete az ezesség. De amikor arról beszél, hogy valaki elfordítja fülét az ő törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos, akkor szintén ez az, amire gondol. Aki őt nem szereti, a bölcsességet, a torát, aki elfordult tőle, annak a könyörgése utálatos, és az szereti a halált. Ezért mondja azt, hogy aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő nefesén, az ő lelkén, az ő saját magán, ami ő, mint amikor élő lélekké vált az ember, mikor Jahua az életnek a lehelletét bele az orrába fújta, és az ember egy élő nefessé vált, ez az a nefes, akin erőszakot cselekszik az ember, és mindenki, aki őt gyűlöli, az szereti a halált. Mindazok, akik azt mondják, hogy az ő parancsolatai így vagy úgy, vagy ez egy rabság, meg ezek a dolgok, azok mind ebbe a kategóriába tartoznak. Ez a szomorú helyzet. Ez Misli példabeszédek 8. Vissza fogunk térni, megnézzük Jeremiás 51. 15-ös fejezete. Ugyanis ez ide kapcsolódik szorosan. 14 így szól, megesküdött Jahua Szebaó az ő lelkére, mondván, bizony betöltelek téged emberekkel, mint sáskákkal, és diadalmas éneket énekelnek felőled. Ez ugye Izrael vagy Jeruzsálem. Az, aki teremtette a földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, mint hakmá, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével, mint tabuná. Ez az, aki ezt mondja. Jahua az, aki ezt tette. Jahua Szebaó, a seregek ura. Ugye, Jahua Szebaó. Ugyanazt mondja, amit Salomó írt, aki teremtette a földet az erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. A bölcsesség, az értelem és az erő egy és ugyanaz a dolog. Az ő szava. De leírja a következő. Egy szavával vizek zúgását szerez az égben. Az ő szava úgy, mint kol, hang vagy hangadás. Az ő szavával vizek zúgását szerez az égben. Ez szerint az égben van vizek zúgása. És felhőket visz fel a föld határairól. Villámokat készít az esőhöz. És kihozza a szelet az ő tárházaiból. Jahua szava. Az ő bölcsessége és értelme. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Bolond, ba'ar, érzéketlen, kegyetlen, vagy brutális, úgy, mint primitív. Megbolondul, eszeveszetté válik. Ilyen értelemben bolond. Primitív lesz az ember. Ostoba lesz. A tudomány nélkül. De át. A bölcsesség az ő bölcsességének tudománya nélkül. Az ember gyakorlatilag egy állat lesz, egy primitív dolog, amiről Jeremiás ír az 51-es fejezetben. A következő, megnézzük a 10-est, szerintem ez is Jeremiás 10-es, nézzük a 10-est. De Jahua igaz Elohim, élő Elohimő és örökkévaló, Olám, király. Az ő haragja előtt reszket a föld, és nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Ő teremtette a földet az ő erejével, alkotta a világot bölcsességével, terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Hokmá és Tobuná, úgy, mint az ő értelme. Jeremiás megismétli ezt a szakaszt az 51-es fejezetben. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Úgyhogy azok, akik nem az ő szava szerint járnak, azok mind ebbe a kategóriába tartoznak. Mint bolond. Úgy, mint ba'ár, mint egy primitív dolog.
mint egy érzéketlen dolog. Eszeveszetté vált valaki, akiben nincsen semmilyen rendszer az atya szerint. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül, de át a bölcsesség tudása nélkül, annak a felfogása nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével a bálványokkal, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek, ruach, lehellet, lélek, nincsen benne az, ami az atyától jött, ami az embert élőnne fessé tette. Ez hiányzik belőle. Hiába valók azok, nevetségre való munka, következő Zsoltárok 104.24. Mi számtalanok a te műveid, Jahua? Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Bölcs pedig chokma, hiszen ez a bölcsesség az, amivel megalkotta. Olvastuk az előbb, Salomó írt arról, utána pedig Jeremiáhu szintén erről beszélt, hogy a bölcsesség által, az ő szava által alkotta meg a világot, Jahua. És ez az, amiről beszél a 104-es Zsoltárnak a szerzője szintén, hogy a bölcsességgel alkotta meg. Szent Imre azt írja, hogy mi sokrétű a te műved, Jahua, mindent bölcsességedben alkottás a föld teremtményeiddel van tele. Misli vagy példabeszédek 3. fejezetben a 19-es következő, Jahua bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárdá. Igen, bölcsesség úgy, mint hokmá, és értelem úgy, mint tobuná, amit az előbb is megvizsgáltunk. Ez az, aminek a segítségével alkotta. Ez az, amit felhasznált rá, ahogyan az atya beszél, és a dolgok úgy lesznek. Ezért fontos az, hogy az ember ne hazudjon, ezért akarja, hogy ne, hiszen az ő szava igazság, ő neki minden szava igazság, neki minden szava megáll, neki minden szava élet és bölcsesség és értelem. Ez az, amivel teremti a világot. Ezért annyira fontos, hogy ne hazudjon az ember. Ezért hazudik az ellenség mindig. Hazudni nem lehet szó nélkül. A két oldal, az igazság és a hazugság egymással szemben áll. Az ellenség képviseli a hazugságot. És minden, amit tesz, ellenére van az igazságnak, hiszen az igazság az atya szava, ami a bölcsesség egyben, az ő torája, a Malák Jahua, az első szülöttje, akivel a földet teremtette, ahogyan beszélt, az lett, Jahusá Hamásiák. De a következő versben megmagyarázza, az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből mindenek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet, ez úgy, mint egészséges, praktikus bölcsesség, és a meggondolást, úgy, mint elhatározás vagy tervezés. Mzima. És lesznek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. A Szent Imrét elolvassuk, akkor azt mondja, bölcsességgel alkotta meg a földet, értelemmel tette szilárdá az eget, ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, és a felhők tudtával harmatoznak esőt. King James, ő is tudás használ, hogy az ő tudása által, de a katolikus, a Szent Imre szerintem jobban visszaadja, amiről beszél, hiszen amit itt használ, hogy tudomány, az da'át, úgy, mint ismeret, vagy tudás, vagy megismerés, azt mondja, hogy elgondolta, hiszen az atya kigondolta, hogy mi az, aminek lennie kellene, mi az, amit ő akar, aztán mondta, és ez által született meg minden. Ő kigondolta, az ő értelmében megszületett, és aztán szólt, és lett. Elgondolta, és feltörtek a vizek. A Septuaginta is azt írja, hogy értelem egyébként, azt a szót használja. A Káldé tudományt ír, és az arany is. Ebben egyetért nagyjából mindenki, kivéve a Szent Imrét, úgyhogy elgondolta. Egyre közelebb kerülünk a bölcsességhez szerintem. Utána így folytatja, fiam, ne tévesz szem elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontolásra. Ez a bölcsesség és megfontolás más szavak. Ez tushia, úgy, mint egy praktikus bölcsesség, valamilyen egészséges, hatékony dolog, ami a gyakorlatban hatásos, és a meggondolás pedig úgy, mint mzima, mint egy célterv, vagy elhatározás, vagy tervezés.
Salomó használta ezt már korábban is, ezt a párosítást. Egyszer használja azt a kifejezést, hogy hakmá, és utána azt, hogy tabuná, majd folytatja ezzel a másik kettővel, amik gyakorlatilasabb kifejezések, de a lényeg az, hogy az ő szava maga a bölcsesség. A következő Kohelet vagy Prédikátor könyve lesz, és a második fejezet egyes vers. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Bölcsesség úgy, mint hokmá, tudomány úgy, mint daát. Azok, akik felhalmozzák a bölcsességet, minél közelebb kerül az ember a bölcsességhez, minél jobban megismeri az ember a tudást, a torát, illetve Jahua szavát, az élet annál nehezebb lesz. Hiszen annál jobban fogja látni az ember a világot, és azt, ahogyan a világ működik. Erre gondol, amikor azt mondja, hogy sok búsulás van benne, és minél jobban megérti valaki azt, hogy hogyan is kellene járnunk, hogy mi is Jahua útja, annál inkább ez a fajta lelki fájdalom vagy szenvedés be fog kúszni az ember életébe. Hiszen látja az ember a világot, és látja mindazokat maga körül, akik nem ezt az utat járják. A Szent Imrében a többi verzióban a Prédikátor 1-es fejezetnek a vége ez, úgyhogy nézzük a 13-as verstől. És Adám az én elmémet mindazok vizsgálására is, bölcsen való hakmá tudakozásra, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiába való foglalatosság, melyet adott Elohim az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Ugye ez az, amit ennek a fejezetnek a végén mondana, hogyha az lenne a fejezet vége. Károliban az már a következő eleje, de a Szent Imrében erre mondja azt, hogy sok bölcsességgel, sok bosszúság jár együtt, aki gyarapítja a tudást, gyötrelmet is fokozza. A 13-asban már ezt leírta, hogy bölcsességemben mindent megvizsgálok, és kikutatok, ami az ég alatt történik, és ez ilyen hálátlan feladatot bízott Elohim az emberek fiaira, hogy vesződjenek vele. Ugye próbálta megérteni az életet, próbált mindent megtudni Salomó, és minél közelebb jutott ehhez, minél jobban megismeri az ember Jahua útját, annál inkább megérti, hogy rengeteg szenvedés vagy lelki fájdalom jár, hiszen felismeri azt, hogy egyrészt mi magunk mennyire szánalmasak vagyunk, másrészt az, hogy a világ milyen szinten van. Ez az, amire gondol. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Ezért mondom azt, hogy ha valaki imádkozik, akkor azt érdemes észben tartani, hogy az ember egy hiába valóság. Persze mi szeretnénk azt hinni, hogy ez nem így van, hogy Prédikátor könyvek, ha lett erről szó, az ember egy hiába valóság. Természetes az, hogy az atyának fontos az ember, de meg kell értenünk azt, hogy a bölcsesség nélkül és az értelem nélkül, ami ez a hokmá és binná, ami kéz a kézben jár, ami az ő szava, az ő torája, hiszen ez az, amit először teremtett, az első szülöttje, enélkül az ember egy null. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Fogyatkozást úgy érti, mint a hiányosságot. Hiány, fogyatkozás. Szóltam az én elmémmel mondván, ímé én naggyá lettem, gyűjtöttem bölcsességet, hokmá, mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jerusalaimban, és az én elmém bőven látott bölcsességet, hokmá és tudományt, de át. Azaz ő az elmélet és gyakorlati tudást is megszerezte, és amit megszerzett, azt meg is értett. Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek, hakmá, tudására, jadá, ami a daátból ered úgy, mint megtapasztalás, azaz a gyakorlatban, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. És itt folytatná úgy, hogy valóban sok bölcsességgel, sok bosszúság jár együtt, aki gyarapítja a tudást, a gyötrelmet is fokozza. Ettől függetlenül bölcsesség nélkül az ember nem tud eljutni az atyához. Ezért írja azt Jakob, vagy Jakab. Van ez a férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Elohim ellenségévé lesz. Irítségre kívánkozik a lélek pneuma, vagy ruach, ami bennünk lakozik. Az írás mondja azt, úgy, mint a Tanák. Ez az, amiről Salomó beszél, mikor azt mondja,
hogy a sok bölcsességgel, sok bosszúság jár együtt, aki gyarapítja a tudás gyötrelmet is gyarapít, vagy fokozza, hiszen a világ szeretete az ellenségeskedés Elohimben. Minél közelebb kerülünk Elohimhez, minél jobban megértjük a bölcsességet, a Torát, az ő szavát, ezt az utat, amit ő kijelölt számunkra, minél inkább járunk ezen, annál inkább eltávolodunk a világtól. De a világ az, amiben élünk, a világ az, ami körülvesz minket. Ezért ez fájdalommal jár, mikor az ember eltávolodik ettől. Különösen, amikor ebben érintettek azok, akik közel állnak hozzánk. Akár család, akár barátok, és mindenki más. Az ember nem lehet a világ barátja, és közben bölcs, és járhatja ezt az utat. A következő, Hezekiel, Ezékiel 28, ez Tírus fejedelméről szól, ami végül is egy képe Sátánnak. A négyes az a vers, amire fókuszálni akartam, de nézzük meg az elejétől. Ja, hova szózatot intézett hozzám? Emberfia, mondd meg Tírus, hogy Tírus fejedelmének, ezt mondja Jahua Elohim. Szíved felfúvalkodott, ez Gabach, magasztos vagy megbecsült, de egyébként gőgös, büszke, öntelt, kevés. Ilyen lett, hiszen mindjárt meglátjuk, hogy miért is. És ezt mondtad, Elohim vagyok én, Elohim székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Elohim, mégis olyanná tevéd a szíved, minő az Elohim szíve. Lám, hát bölcsebb, hakam volnál te Dánielnél? Semmi elrejtett dolog nem homályos neked. Bölcsességeddel, hokmá, és értelmeddel, tobuná, gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat, s ezüstöt kincses házaidba. A bölcsességgel az ember ezek szerint gyakorlati haszonra is szert tud tenni. Ez az, amit Tírus fejedelme véghez vitt. A probléma az volt, hogy bölcsességednek, hokmá, nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, eredményeként felfúvalkodott szíved gazdagságod miatt. Úgyhogy a bölcsesség az problémákat is tud okozni az embernek. Ez az, amiről egyébként Saul is ír. És Tírus fejedelme ezzel a problémával küzdött. Ugyanúgy, ahogyan Satán. Így szólja, hol, mivel olyanná tevéd a szíved, minő Elohim szíve, azért ímé hozok rád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, kivonszák fegyvereiket. Bölcsességed, hokmá, szépsége, szépség, mint Jopi, ellen, és megfertőztetik fényességedet. Ezért érdemes mindannyiunknak óvatosan haladni előre ezen az úton. Megvan egyfajta tempója annak, ahogyan haladnunk kell, és hogyha valaki túl sokat tanul, és nem tudja azt a gyakorlatba átültetni, akkor nagyon sok értelme nincsen annak, hogy az információt begyűjtötte, hiszen akkor az csak információ marad. Ahhoz mindazokat, azt az értelmet, amiről beszélt, amit a gyakorlatba átültetni, az, hogy tervezni, hogy előre elgondolni a dolgokat, megfontolni a dolgokat, ez mind szükséges ahhoz, ha má vagy bölcsességnek értelme legyen. A másik persze a büszkeség, amit mindannyiunknak le kell küzdeni, kinek így kinek úgy. Ez Jesiáhu Ézsaiás 10-es fejezet, 13-as vers, így szól. Asszíriáról beszél ebben a fejezetben, és Izrael ellen küldi. Ha majd elvégzi Jahua minden dolgát Sion hegyén és Jerusalemben. Meglátogatom az asszíriai beli király nagy akaró szíve gyümölcsét, Godel, ugyanaz a kifejezés, mint az előbb láttuk, nagyság, nagyszerűség, fontosság, felfúvalkodás. Nagy akaró szíve gyümölcsét, nagyra látó szemek kevésségét, kevésség úgy, mint Tiferet, vagy Tifera. Ékesség, dísz, pompa. Dicsőség, ragyogás, megbecsülés, méltóság, tisztesség. Ez az, amiről beszél. Mert ezt mondd-e, kezem erejével műveltem ezt, és bölcsességemmel, hokmá, mivel okos, bén
úgy mint értelem vagy értelmes vagyok. Elvetettem népeknek határit, s kincsekben zsákmányt vetettem, leszállítám, mint erős, magasan ülőket. És kezem úgy találta, mint egy fészket a népek gazdagságát, és ami könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen foglaltam én el az egész földet. És nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is. Kevé lett, felfúvalkodott, és azt mondta, hogy az én bölcsességem és az én kezem erejével, mivel okos vagyok, ez az, elfelejtett az asszír király, hogy Jahua az, aki uralkodik a világon, és annak adja azt, akinek akarja. Hiszen ő volt az, aki kijelölte az ő haragjának a botjaként, hogy megbüntesse az ő népét, de ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar és kigyomlálni sok népeket. Ez volt a probléma, illetve az, hogy a saját bölcsességét és a saját erejét gondolta és vélte felfedezni az ő cselekedeteiben. És nem tulajdonította azt Jahuának, Elohimnek. Ezzel az egy példázattal az ember megtanulhatja az alázat jelentőségét, a türelem, az értelem, a bölcsesség, mindaz, ami elvezet az atyához. Alázat megérteni azt, hogy mindaz, amit megértettem, megértettünk, az azért van, mert ő így akarta. Mindaddig, amíg ezt az ember szem előtt tartja, addig az egy relatíve biztonságos pozíció, hiszen addig alázatot tanúsít. Ha elkezdi ezt elfelejteni, akkor problémák keletkeznek. Avagy dicsekszik-e a fejsze azzal az ember, aki vele vág? Pontosan ez az, amit nagyszerűen kifejez ezzel a mondata, vagy a fűrész felemelje magát az ellen, aki vonszasz, mintha a bot faragná azt, aki őt felemeli, és a pálca felemelni, ami nem fa. Mi eszközök vagyunk az ő kezében. Ugyanúgy, ahogy az asszír király, ahogy Tírus királya, ahogy az összes többi, a jó, a gonosz, mindenki eszköz Jahua kezében, hogy végrehajtsa azt, ami neki kedves, ami az ő akarata. Eldönthetjük mi, hogyan állunk ehhez, és akkor azon az oldalon találjuk magunkat majd a végén. De azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mi csak eszközök vagyunk, mint a fejsze, vagy a fűrész, vagy a bot. Az ő kezében. Persze ennek megvannak az előnyei, hogyha az ember alázattal és engedelmesen teljesíti ezt a feladatot, hiszen az atya megáldja azt, aki ezt teszi. Csak nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mindannyian egy funkciót töltünk be. És egyik példa a másikat követi, amikor az ember ezt elfelejtette. Következő, és egyben utolsó ezzel kapcsolatban, az Ézsaiás 47:10. Babilonról szól, és az ítélet Babilon felett, illetve Babilon pusztulása. Babilonnak ugyan ez volt a problémája, mint ami az összes többinek. Meg úgy általában a népeknek, hogy elfelejtették azt, hogy ők eszközök, igazából Jahua az, aki a földet uralja. Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád. Nem lát senki engem. Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád a szívedben. Én vagyok, és nincs senki több. Bölcsesség, mint hokmá, tudomány, mint dát. Szóra úgy, ahogyan az Szíria esetében. Vagy ahogyan az ellenséggel történt. Túl sok tudás, illetve ennek a tudata megfertőzte a nefest, vagy azt az elmét, ami az ember. Bölcsesség egy nagyszerű dolog, amennyiben az ember képes ezt kordában tartani, illetve saját magát kordában tartani, és úgy ezzel bánni. Azonban, ha nem, akkor egy probléma forrás lesz. Így is úgy is az, ahogyan azt írta Kohelet második fejezet első versben Salomó, hiszen ez gyötrelemmel és szenvedéssel jár, különösen lelki téren, azonban elpusztíthatja az egész embert, hogyha nem vagyunk képesek ezt kordában tartani. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20:30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről,
Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!